Na sziasztok! Péter vagyok az Erdély Túráktól. Levente itt... az Erdély Túráktól. Na, szevasz Levente, Erdély Túrák. Hát ezt nem is mondtam neki, halljátok, hogy Levente az Erdély Túráktól. Mondja magától, de jó tetted. Hogy telt a nyarad? Nekem jó, szénacsinálás volt. Jó, tehát. Mondjad hangosabban, hallják el, vagy gyere közelebb. Édesanyja fogja a telefon. Szénacsinálás. Pásztorkodás. Gazdálkodás. Majonság. És mennyi sok szénát csináltatok? Sokat. És amikor szénát csinálsz, akkor mit csinálsz? Dolgozom. Hát azt gondolom, takarok, hogy dolgozom. Takarok, de el kell mondani a jó embereknek, mi az a takarás. Hát az olyan, van a gerebje, biztos mindenki ismeri, van a gerebje, és húzzák a szénát. Van a villava, hanyja. Vele szakára vagy bugyat csinálni. És utána a szénát hova viszitek? Csűrbe, vagy rakást csinálnak, és a rakás egy olyan, hogy egy nagy felhalmozott bugja. De nem bugja, nem rakás. Uh-huh. És nem unsz dolgozni? Nem. Hát miért, miért szereted ezt csinálni? Azért már jó. Mert jó? Abból élünk meg. Abból éltek meg? Abból lesz ilyen szép láncod is, mi? Igen. Meg ilyen szép kalapod. És mikor kezdődik az iskola? Szeptember 11-én. Olyan későn kezdődik, tényleg? Nem is tudom Magyarországon, máskor hogy... 15-kor. Máskor 15-kor? Ó, jó későn kezdődik, hallod. Na, ó, mi a manó. És nyaralni voltál-e valahol? Voltam Gyergyóban. Gyergyóban voltál nyaralni? És ott hol voltál? Egy embernél, egy családnál. Egy családnál? Igen. Aranyos család? Igen. Szereted őket? Igen. Na, jól érezted magad? Igen, jól. És meddig voltál ott? Egy hetet. Jó, egy hetet. És el mert engedni édesanyját? Na. Csak. Micsoda? Alig csak engedett el. Igen, csak alig engedett el téged. Jó van. És hozzánk mikor jössz? Eljönnél hozzánk is? Mennék, csak nem tudom mikor lesz időm. Hát majd azt kell megbeszélni, hogy esetleg, mit tudom én, majd így ősszel vagy... Amikor úgy... Nem. Hát amikor nekünk is úgy kevesebb vendég lesz, akkor mit tudom én, ezzel a családdal eljössz. Érted, vagy eljöttök, aztán nem? Egyszer elmegyünk az őszön egyet kirándulni. Amikor innen hazakötözünk ott anyáról, akkor egyet kirándulni. Álljál meg... Péter a kocsiával, a fájérás, abban mindenki fel tudunk ülni, és elviszen, és visszahoz. Hát, mint ahogy voltunk palántán, igaz? Megvigyázkodunk, szétnézünk, megnézzük a tájakot, csak akkor visszahoz ide minket. Megbeszéltük. Mehetünk palánkára is, a vásárba. Igen, hát én is most... Hál' Istennek szeptember elején, mert most augusztus elejétől már 21 néhány napja jövök, megyek állandóan, annyit vezetek, hogy borzasztó. Hál' Istennek. Most, hát jó is, meg nem is, mert de viszont szeptember elején lesz egy pár nap luk, amikor nem lesz senki, mondtam Dórinak, na, berakjuk a kislevit, azt elmegyünk csavarogni egyet. Csak úgy megyünk, mindenfele. Már a szemikvál látnak, a volánt forgassos mennyi. Ahogy mondja Ildikó. Jajajaj. Ott alszanak, hova menne? Nem. Hát csak úgy, hogy reggel elmegyünk, azt este jövünk. Érted? És? A jövőbeni terveid változtak? Igen, kicsit igen. Mert? Mit szeretnél csinálni, nagy leszel? Pont ezt folytatnád, ezt a gazdaságot. Pont ezt folytatnád. Éppen olvastam azt is, hogy el is küldtem gyárfástak, hogy itt Romániában rengeteg kicsi gazdaság van, és nem kicsi gazdaságok kellenek, hanem nagy gazdaságok, azt mondják az emberek. Ez mit szólsz? Van 10-20 darab tán. Igazi. Most itt nálunk nincs jövedelme. Táj nagyon dolcsó. Mennyi a tej? Ha elláj 30-ban, elláj 35-ban, iba fizetik. Boltba meg mennyi, számoljátok ki? Nagyon kicsi, ebből a gazdaságból nem tud megélni. Aztán amikor menj iskolába, 8-ról végez, menj iskolába, jár maga után, hogy valami jobb munkát, mert ez nehéz, kicsi a pénz. Nehéz ez a munka, Levente. Nekem jó. Neked jó? És a kis barátoddal hogy is hívják itt? Szilárd. Szilárddal? Három menve most. Hova van? Oda, haza van. Ja, tényleg láttam is, tényleg láttam is. Jó van. És amikor ott voltál Gyergyóban, miket csináltatok? Motroztunk, így kocsikáztunk is. Strandon voltál? Nem, voltam egy strandon, voltunk halahasználni. Voltatok hol? A Maroson? Ott voltunk. Na, gyárfástak meg hiányzok.
Nem hiányzottál neki. Na, halljátok, még azt mondja nekem, hogy nem. Adj csak ide, William, mert... Na, fújod. Hogy nem akarod? Én nem akarom. Na, elhoztam egy, ismét egy vendégcsapatot. Jössz te is szekerezni, Levente? Elviszed ezeket a jó embereket? Na. És gyönyörű. Környezetben vagyunk itt megint. És elhoztam az autónak a gumiát, ami jó lesz majd a szekérre. Elő, hova rakja Levente édesapád a gumit? Előre vagy hátulra? Hátulra vagy előre, nem tudom, ő érti ezt. Ő érti ezt? Miké? Na. Na, megyek veled, Levente, mert elviszük lovasszekerezni a jó embereket. És te meg, megfogod a lovat? És hogy megy a másik ló is utána? Na, hogy tetszik, kedves Ili, ez a környezet? Nagyon, nagyon tetszik. Nagyon szép. Nagyon jó a levegő, szép is. Kellemes itt. Megyek velük, hogy fogják befele a lovakat. Aztán indul a szekerezés. Hát, hogyha szeretnétek majd egyet szekerezni itten járfással, Leventével, akkor írjatok rám. Meg lehet rengeteg felüle, rengeteg helyen találni a e-mail címemet. Akár megadom a telefonszámukat is, és akkor beszéljétek le. Akkor tudtok egyet szekerezni. Akkor nézzük, Levente, hogy fogja be a lovat, meg az édesanyja, Emília. Na, őt nem kell befogni. Édesapám fogja be. Ja, azt gyárfás fogja be. Na, hát jókor hoztam a gumikat, azok jobbak lesznek, mint ezek, biztos. Jobbak lesznek a gumik, amiket hoztam, mint ezek. Biztos. És akkor azt elviszitek egy gumishoz a kereket? Ti felszerelitek? Na, hallod, az jó, jó kis munka lesz. Nézd, a meggyerdőben mi az történt. Azt a neki. De azért ne verd a lovat. Csak legyen nálad. Jaja. Akkor nem lenne szekerezés állni, nem? Várjál, csak így innen egy jó fotót készítsek. Nézd rám, Levente! Ez az, 1, 2... Oké. Emília fejét is, 1, 2, 3... Na, de te elszerszámozzad! Ne, édesanyád! Majd meg kell segítenem egy kicsit. Itt van, adom. Na, szép kis Dajka. Ő milyen idős, Levente, Dajka? 7 éves. 7 éves? Igen. Hol rágedik? Jaj, milyen erős csángó asszony, ezt nézzétek meg. Egy szekeret elbír már. Egy szekeret elbír húzni. Még ki van engedve, de...
most nincsen sebesség. Micsoda? A száká. Nincs sebesség? Miért van rajta sebesség? Ja, úgy van. Na, azért. Csak fék van. És meg kell fordítsuk, mert nem lesz jó. Na. Merre fordítsam? Segítek, jó? Maga fogja meg a lovot. Ugye már megy. Na. Na meg fog, nekem könnyebb lett volna lehet megfordítani a szekeret. Na nézzük a csángó gyereket, hogy tolja. Ajajajajajaj. Ott megjön közbe gyárfás. Fényképezzem le magamat. Na gyere, Dajka. Gyere, Dajka. Köszönöm, hogy megfogtad. Na szívesen. Jó, kivette ő a lábát, üres, ügyes. Na, ott meg gyárfás viszi a másik lovat. És halljátok, édesanyámnak hívja az édesanyját. Az biztos. És az édesapát hogy hívod? Édesapa. Na. Cidott volt Tati, hogy mondtam, hogy anyám, apám, és akkor aztán megszoktam mosolyogni. Igen? Egy idővel az ember megszokja. Hát meg nem csak megszokja, hanem az, hogy mondtad is, hogy így a szebb. Igaz? Igen. Na. No, hát aztán majd folytatom a filmet. Az már egy másik lesz, ahogy elmegyünk lovasszekerezni. A vendégekkel. A gyönyörű gyimesi tájakon. Na, csatlakozzatok hozzánk itt a YouTube-on. Máskor is írjátok oda, hogy Levente, filmet szeretnénk veled. Meséld el az életed. Na, sziasztok! Ha ön is szereti Erdélyt, és értékeli az erdélyi túrák Dóri és Péter munkásságát, akkor ön is támogathatja egy liter tej, vagy egy liter üzemanyag árával a munkájukat. Kattintson a YouTube csatorna felületén a csatlakozás gombra, és ott kiválaszthatja azt az összeget, amivel hozzájárul ahhoz, hogy még szebb filmeket készítsen Dóri és Péter az erdélyi túrák. Köszönjük!